Bak, február második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívum, pozitív események. Op, 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 valamit nagyon mondani akarnak a kártyák. Na nézzük, pozitívum, kilences pozitívumot nézzünk, tehát Elérjük a célunkat. Még ha nehéz is, még ha vannak problémák, akadályok, akkor is sikerülni fog. Sikerülni fog megvédeni magunkat. Azt, ami a miénk, azt, ami jár nekünk. Mi lehet itt még? Királynő, kejhek, ez a királynő vagy rák, vagy halak, vagy skorpió. Valami vele kapcsolatos. Lehet ez a királynő lesz a lelki támaszunk, lehet a házastársunk, de ez a királynő nagyon anyáskodó, nagyon gondoskodó, megértő, lehető egy pszichológus, lehet a gyermekünknek a, az ovónénie, ilyen is lehet. Tehát egy olyan személy, aki gondoskodik másokról. Na nézzünk, mi lehet itt még. Néha ez a kártya mutat ajándékot, boldogságot, Nagyárkánom, és ez a ti kártyátok, nagyárkánom, az ördög bizony. Pozitívumot nézünk, és az ördögnek bizony, hogy van pozitív oldala, például hatalom. Igen, nagy hatalom. Nagy siker, nagy pénz. Az ördögi tervünk sikerül? Igen, tehát itt. Hatalmas pozitív dolgok lehetnek. Mi van még itt? Király, a királynő után. Itt a király, itt egy pár. Lehet, hogy ez egy házas pár, házas pár segít nekünk. Ilyen is lehet. Lehet valaki megtalálja élete párját. Ilyen is lehet. Nagyon érzelmesek. Érzelmesek. Lehet ez egy művész. Vagy művész lélek, de ez a kártya is azt üzeni, hogy egyszerűen elégedettek vagyunk az életünkkel. Tehát itt a, az érzelmek dominálnak, boldogok vagyunk. Mi van itt még? kezdés és valami pénzzel kapcsolatos. Lehet ez egy új üzlet, lehet, hogy elindul valamilyen kifizetés. Mondjuk az apród ez még nem nagy pénz, még nem nagy pénz, de hogyha belevágunk, akkor ki fogja nőni magát. Még gondoskodni kell ez, ápolni, mint egy kisgyermeket, de ebből a kis pénzből nagy pénz lesz, főleg az ördög felett, az ördög erős, van akarata, nem állunk meg, végig megyünk, és megint egy király, viszont ez pénz. Lehet valaki ilyen pénzes lesz, gazdag lesz. Hiszen kettő ilyen gazdag kártyánk van, van egy királyunk, és uh, ugye ott az ördög, ahogy mondtam, ez nagy pénz. Lehet ez egy lottónyeremény, tehát ilyen is lehet. Az ördög ad. Ez szerencsejáték is, ide tartozik a szerencsejáték. Nos, hát itt van boldogság, itt van kezdés, itt vannak célok, akarat, aktivitás, és van pénz. Negatívum, mi az, amit el lehet kerülni? Például Nagyárkánum a szerelmesek, ide a szeretők is ide tartoznak, jó? Tehát van egy harmadik személy, tehát ilyen is lehet. Ez a kártya maga a, a választás, választási lehetőség, döntéshozatal. Nézzünk csak, mi van itt. Nagyárkánum, fordulat. Valamilyen dolog fordulhat, fordulhat a kocka, sorsfordulat is lehet? Igen, ha kiderül valamilyen turpisság, lehet, hogy kiderül, hogy tényleg van egy harmadik a párkapcsolatban, ugye, akkor hozza magával a fordulatot, sorsfordulat. Döntést hozunk. Ott hagyjuk ezt a kapcsolatot, vagy nem? de valamilyen sorsfordulat várható itt. Lehet, hogy egyszerűen lesz egy pillanat, ami nem szerencsés. Nagy árkánum, maga az uralkodó hát ez maga a komfort, a luxus, az egészség, az anyasság. Ha valami nem komfortos nekünk, azt ott kell hagyni. Legyen az egy helyzet, legyen az egy munka, legyen az egy kapcsolat, párkapcsolat, Hetes tűzenergia. Nehezebb konkurencia? Újra be kell bizonyítani, hogy mire vagyunk képesek, hogy nekünk az esetleg jár, hogy mi azt megérdemeltünk, de konkurencia valamilyen. Valaki vagy valakik meg tudják nehezíteni a sorsunkat. Igen, mi lehet itt még? Na nézzük csak. Nagyárkánom. Aha. Nagy árkánum, és nem akármilyen, maga a Plutókártya, maga a halál. Ez Plutókártya. Élet és halál. Az újjászületés. A rombolás és az újjáépítés. És a Plutó még a bakokban jár. Még igen, 2008 óta, tehát itt a Plutó még valakinek meg tudja nehezíteni a sorsát. Igen, ez karmikus kártya. Még valakinek lehet, hogy le kell dolgozni azt a bizonyos karmát. Főleg akik mm, január 15-e után születtek, tehát még a, a bak jegynek a végén, igen, igen, márciusban már a Plutó kilép, békén hagyja a vakokat, és belép a vízöntőkbe. De júniusban még egy kicsit visszatér. A Plutó egyébként olyan erős, hogy valakit meg tud gazdagítani. Igen, valakinek megnehezíti a sorsát, de valakit egyszerűen felemel a csillagokig. Igen, tehát itt valamilyen kettőkarmikus kártyánk van, és kapunk egy pénzes kártyát, ez, ez viszont az ász. Valamilyen kezdés, valami, ami pénzzel kapcsolatos, lehet nehézkés. Lehet, hogy egyszerűen nem kapjuk meg a, azt a bizonyos vagyont, vagy azt az örökséget, mert többen, többen akarják azt az örökséget, többen pályáznak rá, és ez itt valamilyen nehézséget fog okozni. Ilyen is lehet. Jó. De ez negatívum az, amit el lehet kerülni. Viszont kettő darab karmikus kártyánk van. A karmikus kártyákat nem lehet elkerülni. Jó. Kérünk szépen plusz információt. A plusz információ mit mond -e nekünk? Ötös, kejhek, érzelmek. Ez a kártya maga a csalódás kártyája. Valamiben vagy valakiben csalódni. Például a negatívum itt mutat ilyet. De mit üzen ez a kártya? Hogy bízni kell az univerzumban, mert ezt a csalódást ezt el kell engedni. Jönnek új lehetőségek. Új lehetőségek, egyszerűen új ajtók nyílnak meg előttünk. És ez a kártya azt üzeni, hogy egy régi ajtó, ha becsukódik, egy új ajtó kinyílik. Mindenféleképpen. Új az új, az jobb lesz, az boldogabb lesz. Egyszerűen bízni kell. Tehát nem szabad szomorkodni, nem szabad belemerülni a depresszióba. Nem. Semmiféleképpen. Semmiféleképpen. Ezen a kártyán a kejhek, a kejhek, itt vannak. Nem ezeket a kártyák, kejheket kell figyelni, hanem a hölgyinek, hanem ami Mögötte van, közelebb hozom a kártyát, ami mögötte van. Ott van a csodakehely, ott van az új lehetőség, ott van a boldogság. Mit kell csinálni? Csak megfordulni, körbenézni. Ott van az új lehetőség, amit kínál az univerzum. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!